Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket itt az Ajkai Szó Online-on. Női, már a tegnapi kosárlabda van a fejembe, elnézést. NB3-as nyugati csoportmérkőzésen vagyunk jelen, a 13. fordulóba, ahol az Ajkai csapatunk a Ménfő Csanakot fogadja. 3 órára ígértük a kezdést, és az MLS is addigra ígérte, miközben egy nagy emelés, sajnos veszélytelen. Tehát az MLS is addigra ígérte, de a játékvezető úr, Takács Ryan Lee pedig 14:55-kor kezdte el a mérkőzést, ezzel igen komolyan megzavarva minket, és több szurkolót is. Nagy mérkőzésre van kilátás, hiszen az Ajka még továbbra is nagyon nagy előnnyel vezeti a bajnokságot, és a Ménfő Csanak, a vendégünk pedig a 3. helyen áll, tehát egy igazi rangadóra van kilátás mindazoknak, akik kijöttek a mérkőzésre, és azoknak is, akik itt interneten követik ezt a mérkőzést. A következő kezdővel állították ki az edzők a csapatokat. Kezdem a vendégekkel, Ménfő Csanakból Maier János a vezetőedző, és Ficsor Nagy, Visi Serfőző, Kelemen Német, Füredi, még egy német, Kószás, Kőris, Farkas, még az Ajkai oldalon pedig Schindler Szabolcs mester úgy küldte ki a tanítványait, hogy Horváth, Kenderes, Olá, Nagy, Horváth, Köles, Csemer, Illés, Kovács, Csizmazdia és Pátkai. Tehát egy nagyon erős támadójátékra épít szerintem, hiszen a Horváth, Olá, Nagy név azért ebben a bajnokságban nem ismeretlen. Mármint az Ajkai játékosokra gondolok most. És nézhetjük, hogy egy támadást próbálnak kiharcolni a hazaiak. 20 méterről lövés, nagy védéssel. Erről van szó. Szurkolók egyből rákezdtek a drukkolásra. Jó iramban kezdődik a mérkőzés. Még így is, ahogy önök becsatlakoztak. Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket itt az NB3 nyugati csoport 13. fordulójában, ahol az Ajkai csapat fogadja a Ménfő Csanaki együttest. Először is elnézést kérek azért, hogy egy kicsit megkésve, vagyis hát nem késve, szöglet, fejes, nincs veszélyeztetés, helyette még egy szöglet van. Tehát elnézést, hogy egy picikét megkésve kezdtünk, de mi 3 óráról tudtunk, hogy az lesz a hivatalos kezdés, ehelyett pedig Takács Ryan Lee, bíró, játékvezető 14:55-kor kezdte el a mérkőzés, vagyis kezdette el, fejes, Ménfő Csanaki védő pedig kijátsza. Tehát egy igen nagy mérkőzés, vagy egy nagyon jó mérkőzésre van kilátásunk, hiszen ebben a bajnokságban az Ajka torony magasan vezet, de a dobogó legalsó fokán pedig a Ménfő Csanak áll, tehát akik most piros dresszt húzott, piros-feketét persze. Nézőszámra nem lehet panasz. 300-an biztosan kilátogattak a mérkőzésre, bár hivatalos adatot még nem tudok mondani. És Ménfő Csanakról is érkeztek egyébként rengetegen. Az edzők... Megmutatjuk egyébként a szurkolókat is. Így van, ők azok, sok szeretettel köszöntjük őket itt Ajkán. Az edzők pedig, mondom is, hogy milyen kezdővel állították pályára a csapataikat. A vendégeknél Ménfő Csanakból Ficsor Nagy, Visi, Serfőző, Kelemen, Németh Bence, Füredi, Németh László, Kószás, Kőris, Farkas. És a vezetőedző pedig Maier János. Még nálunk a hazaiaknál Schindler Szabolcs vezetőedző úgy küldte ki őket, hogy Horváth, Kenderes, Olá, Nagy, Horváth, Köles, Csemer, Illés, Kovács, Csizmadia és Pátkai. Miközben kis veszélyeztetés, és az nagyon csúnya volt. Úgy gondolom, hogy ezt önök is hallják, hogy igen sok szurkoló hirtelen felindult. Bója a pályán, vagy labda? Az bizony egy bója. Nem, labda. Ez most meglepett engem is. Tehát itt járunk már a mérkőzés
8. percében, hiába csak 3 perce kezdődött el hivatalosan, és egyelőre 0-0 az állás. Nézzük. Csemer. Nagyon jó beadás, ott a lövés, majdnem. Egyébként már beszéltem a játékvezetőről, Takács Ryan Lee, és munkáját pedig segíti Ország Péter és Vörös Dániel is. 9. perc, 0-0 az állás jelenleg. Indulatos mérkőzésre számítunk, többen is, hiszen ez egy nagy presztízsű mérkőzés. Védők tudják a dolgokat, de egy eladott labdával... Jó, tisztázunk szögletre. Az eladott labdával vigyázni kell, mert Ménföcsnek egy olyan csapat, aki ezt könnyen ki tudja használni, nem hiába állnak most a harmadik helyen. Egyébként a két csapat korábban még sose találkozott egymással. Ménföcsön, akit ebben a bajnokságban újoncoknak, vagy újoncnak számít az utóbbi egy-két évtizedből, hiszen nagyon-nagyon régen voltak 20x éve, 23-4 éve, de erről majd később a szöglet, pedig veszélytelen. Ebből meg lehet indulni, nézzük mennyire gyorsak vagyunk. Szélen szépen kihúzzuk a játékot, vajon lesz-e veszélyeztetés? Ez mindjárt kiderül. Szépen beindulunk, 16-oson belül az ajkai játékos. Nem volt érkező a passzra, de még megfogta Horváth a labdát. Vagyis megtartotta, és oda sincs érkező. Hova, srácok? Semmi gond. Kirúgás következik. Ficsó rúgja ki a labdát. Tehát a Ménfőcsanak tavalyi év során a Győr-Moson-Sopron megyei első osztályban próbálhatta ki magát, és ott nyerte meg azt a jogot, hogy itt az NB3 nyugati csoportban részt vegyen. És az is érdekes, hogy az egész megyét kettő csapat uralta. Hát mivel a Ménfőcsanak itt van, ezért ő nyerte meg. De mögötte pedig a Lipót Pékség csapata volt 3 ponttal. Az a csapat, akit mi most pár napja a Magyar Kupában megvertünk 4-2-re. Tehát egy hasonló kaliberű csapat ellen játszunk most. Igaz, hogy a Ménfőcsanak a tavalyi idényben 101 gólt rugott és csak 8-at kapott, még a Lipót 141 gólt rugott és 20-at kapott. Tehát a Ménfőcsanának kicsit rosszabb a támadó játéka, de bőven jobb a védekező játéka, mint a Lipóté. De az, hogy a mai nap melyik a jobb csapat, ez hamarosan kiderül. Tiszta szerelés. Szépen megtartjuk a labdát. Majd elveszítjük, de visszaszerezzük. Nagyon agresszívan tapadnak a játékosok. Kenderes hátra. És egyébként így, hogy tovább jutottunk, megint szabadrugás. Tehát így, hogy tovább jutottunk a kupába, amit az előbb mondtam, hogy 4-2-re megvertük a Lipót együttesét, így decemberben az MTK Budapest csapatát fogjuk itt fogadni, ezen a pályán. Úgyhogy akkor külön érdemes lesz velünk tartani. Hiszen az utóbbi évek egyik legnagyobb mérkőzésére van kilátás. És egyébként a Ménfőcsanak is most megpróbáltatta magát a Magyar Kupában, de ők most játszottak egy NB1-es csapattal, Mezőkövesdel, és a Mezőkövesnek igencsak meggyűlt a baja, hiszen a második fél időben éppen hogy csak egy gólt be tudtak kotorni, és ezzel esett ki a Ménfőcsanak. Ott a helyzet! Nincs találat! Ménfőcsanaki futballklub egyébként 1923 óta létezik. Tehát pontosan abban az évben alakult, amint az ajkai együttes is. Tehát mind a kettő csapat 90
95 éves múltra tekinthet vissza. Ami azért valljuk be nem kevés. Horvát fogja, Horvát keresi az emberét, Horvát kidobja. Hajrá, fiúk! Jaj, de szépen végigviszi! És nagyon szép játék, ott a helyzet! Éppen hogy csak mellé. Hát itt mondják a szurkolók, hogy itt ezt már majdnem, hogy gólként látták. Hát én is egyébként majdnem felugrottam. De ez úgy néz ki, ez még várat magára egy kis ideig. Szöglet. Ott a helyzet éppen, hogy csak fölé. Hát ez hihetetlen. Te jó ég. Alakul, alakul. Helyzeteink vannak, bőven akadnak. Helyzeteink akadnak, csak még nem tudtunk egyet se értékesíteni. Egyenlőre persze. Ficsor rúgja ki. Egy Ajka játékoshoz. Majd oda kerül egy vendéghez. Szöglet következik. Veszélyeztethet a Minfőcsanaki együttes. Nézzük, valami kisüle belőle. És felszólalnak, vagy inkább feltekerik a hangerőt a vendégdrukkerek. Mind a 10 körülbelül, de egyébként le a kalappal előttük leutazni ide és biztatni, szurkolni a csapatnak. Reméljük a mai nap folyamán még elvégzésre kerül ez a szöglet. Beadás. Védekezés. Távoli lövés. Olyan is volt, amilyen. Horváth pedig már rúgja is előre. 4-2 ellen, de mire kimondom, már 3 Minfőcsanaki játékos vissza is érkezett. Gyerünk, 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 srácok. Nagy. Helyett Olá volt, bocsánat. Fönn a lövés, megtoljuk még egyszer, nem, és eladjuk. Ez így nem jó. Köles. Köles. Pákai. Átjátszott a védőtársának, és a védő. Védőkön végig megy a labda. És most egy megindítás a szélen. Vajon elérjük-e? Elérjük. 16-oson belül megint nincs ott ember, ahova ezt próbált kerülni ez a labda. Semmi probléma. És jöhet egy Ajkai touch. És hogyha már a Minfőcsanaki csapatról beszéltem az előbb, akkor elmondom, hogy a legnagyobb sikerüket 1995-96-os idényben szerezték. Az NB3-as Vakonyi csoportban 12. helyig jutottak, majd a következő évben a 14. helyig, aztán pedig kiestek. Nekik eddig ez volt a legnagyobb sikerük futball szempontjából, felnőtt férfi futball szempontjából. Köles. Megtalálja az emberét. Nem volt túl jó a labda átvétel. Szerezzük meg a labdát. Nagyon szép, erről van szó. Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Kovács. Helyett Illés volt, Illés. Nem jutunk beljebb. De most igen. Oj, de szépen vittük! Ott a beadás! És fölé! 11 méterről fölé!
Most egy kis bizonytalanság játékvezetői részről is. Annyira nem, hiszen szöglet következik, és egyébként visszajátszás pedig láthatják, láthatjuk, hogy talán a milyen ért hozzá ját, kéz vál, kinek mi, nem tisztem eldönteni. De azt igen, hogy most egy szöglet következik. Ezt nem kérdőjelezheti meg senki se. Pontatlan a beadás. Úgyhogy megint dobunk. Köles dob. Már szinte rutinból. Ja nem, elnézést, horvát. Szóval akkor nem rutinból mégse. Szép nagy bedobás, 16-osan belül a labda. Nem tudjuk átvenni úgy, hogy egy komoly helyzetet alakítsunk ki belőle. De most talán igen, ott a helyzet fölé. Hát ez hihetetlen. Hát ez hihetetlen, ez már a harmadik nagyon-nagyon komoly zicser, amit... Tehát ez a harmadik olyan zicser, amit abszolút, hogy be kéne rúgni. Középpályánál van a labda. És közben pedig egy visszajátszást láthatunk az előző helyzetről. Miközben most próbálunk megint egy támadást kialakítani. Tehát az első 10, hát inkább majdnem hogy 20 percben tudott veszélyeztetni a vendégcsapat, de az Ajka az, aki többnyire nyomni tud, és ő jutott el több zicserig. Ez pontos volt. Beadás! Ajjajajajaj! Tartsuk meg a labdát, úgy. Nem úgy, mégse. Nyomjuk őket, vagy nyomjuk a labdát előre, srácok. Azaz, Köles. Pákai. Milyen szépen, mint késavajon bemegyünk, és elhagyjuk a labdát. Egyéni beindulásokkal egyébként jók vagyunk, tehát nagy problémát nem igényel egyik játékosnak se végigmenni 3-4 vendég között. Csak valahogy elbukik a mutatvány mindig az utolsó fázisnál. Beadás. Nincs ráérkező. És egyébként még a cserékről nem ejtettem szót. A vendégeknél Fehérvári, Kovács, Veres, Böcskei, Nagy, Koncsag, Vörös, Baranyi. És az egyik mainfőcsön, aki játékos, fetreng a földön. Mondanám, hogy a gyep minőségét nézi meg, de hát most salakon fekszik, ezt most nem mondhatom. És a hazai cserékről még nem beszéltem, most fogok. Balog, Molnár, Markó, Kalász, Pavlicki, Erdély, Major. És egyébként Pavlicki végezte el mondhatni úgy a kezdőrugást mérkőzés előtt, hiszen a múltkori mérkőzésen ünnepelhette 100. találkozóját az Ajkai együttesnél. Úgyhogy innen föntről is a sajtópáholyból gratulálunk. Munkatársaim nevében is Pavlicki úrnak. Májer János, a vezető edző szépen vette le. Pár ember lemaradt róla. Fejjel tovább pontatlanul, de talán még hát, majdnem, hogy visszaharcolta magának a labdát a vendég. Majd egy szép nőt beleküldött. És a pálya hátsó részében lévő gyakorlókapu oldalhálóját sikerült eltalálnia. De
De egyébként az idei bajnokságban azért, hogyha megnézzük a statisztikákat, akkor kijön a két csapat közötti különbség, meg most egy kis vetrengés is kijött. A birkózó VB-nek vége lett Pesten 28-án, ez nem annak az utószele, lenyugodjanak meg. Nagyon szép indítás. Olá! Mit tudunk kivarázsolni ebből? Átjátsszuk egyik széről a másikra, és elveszítjük. Tehát a két csapat között az idei bajnokságban is azért kijönnek a különbségek, persze csak statisztikai szinten. Itt most élőben is azért kijönnek, de számtanilag nem annyira. Hiszen a Ménfő Csanak 6 mérkőzést nyert, vagyis hát kétszer játszott döntetlent, és 4-szer kapott ki, még az Ajka 10-szer győzött, és csupán 2-szer játszott döntetlent, és nem is kapott ki. 5 gólok tekintetében az Ajka lőtt 40-et, a Ménfő Csanak pedig 14-et, és kapott gólok terén pedig Ajka csak 7-et kapott, Ménfő Csanak pedig 13-at, tehát az Ajkának 33-as gólkülönbsége van, még a Ménfő Csanaknak csak 1. És első és harmadik helyről beszélünk, és 12 pont a különbség. Persze ezt ma lehet növelni, és akár csökkenteni is. Kíváncsi vagyok a gólvágók, mikor veszik át a mérkőzésen a hatalmat. Ugyanis a góllövő lista első és második helyén egy ajkai játékos áll. Akik követik az ajkai futballt, azoknak nem kell bemutatni őket, de akik nem, ahhoz, vagyis inkább ahhoz, azokhoz szólok. Nagy Krisztián vezeti a bajnokság góllövő listáját 12 találattal, 12 meccs alatt, és ott a helyzet 16-oson belül nincsen helyzet. Szépen és defenzíven védekezik az ellenfél. És a második helyen pedig a bajnokság góllövő listáján Olá László áll 11 találattal. És még a góllövő listán még szerepet kapott 8. helyen az ajkai 9-es Horváth Péter, aki 5 találatot jegyzett, és szabadrugás, úgyhogy sokan Csemert várják oda, többek között én is. Nézzük, a bíró csak szóban figyelmezteti a vendégjátékost. És talán Csemer készül oda. Így van. Csemeren most az ajkai szemek. Onnan jókat tud rúgni. Legelső ajkai mérkőzésben pont onnan talált be Csemer. Jó volt akkor felüvölteni, remélem most is lesz hasonló örömben részem. Csemer. Játékvezető eligazította a sorfalat. Jó 26-7-8 méterről rávállalja. Sorfalba. És még van ott lehetőség. És az is egy 10 méterrel fölé minimum. Hát ez most nem jött össze. Ez pedig már nagyon sokadik. Ilyenkor mindig is érdekel, hogy a vezetőedző fejében mi pörög le. Most gondolok itt most Schindler Szabolcsra, aki most 4 hatalmas zicsert láthatott. És egyik végén se volt gól. Meccs után megkérdezzük, úgyhogy érdemes lesz még egy picit majd maradni. Nagyon jó, eladott labda. Előre kell játszani, srácok, előre. Egyébként a két csapat utolsó három bajnokia is érdekesre sikerült, hiszen az Ajka 3 meccsből 9 pontot szerzett, a Ménfő Csanak 3 meccsből 3 pontot, tehát egyszer győzött, és 3-szor szenvedett vereséget, még az Ajkaiak 100%-osan mind a 3 meccset hozták abszolút nagy győzelemmel. Na,
Az bizony büntető. Üvöltenek föl. Mert is mindjárt a visszajátszó. Még a játékvezetőt próbálják egyébként meggyőzni, hogy az tiszta volt. És közben láthatjuk, hogy miért jár a büntető, úgy gondolom, hogy teljesen jogos. Labda mögött talán Csemer van. Nem. Olá. Csemer eljött onnan. És nagyon higgadt büntető. Vezet az Ajkai együttes 1-0-ra. A mérkőzés 28. percében. 29. Nem olán, Nagy Krisztián lőtte a találatot, elnézést. Innen ilyen messziről nem lehet ezt pontosan kiszűrni. Úgyhogy a góllövő listán szaporítja a góljainak számát, és 12-ről már 13-ra kerül átírásra. De még van ebből a meccsből bőven, lehet addig még gólt szerezni. Milyen lesz így a mérkőzés? Tehát lélektanilag mind a kettő csapatra hat ez a gól. Melyik csapatra hat jobban? És melyikre kevésbé, ez pedig mindjárt ki is derül. Főcsön, aki touch. Majdnem sikerült hibára kényszeríteni az ellenfelet. Ajkai védőknél a labda. Nagyon higgadtan és okosan megoldják. Minfőcsön, akiak nem nagyon támadják le, úgyhogy addig hátul eljátszogatnak vele a védők. És most próbálnak még kitámadni Farkas Zoltán, de aztán előreindítás. És a játékvezető ítél. Lap nem jár érte, ha jól látom, de egy szabad rugás veszélyes helyzetről, tehát jöhet az Ajka. Oda battyog a játékos elvégezni a szabadot. Mai nap még elvégzésre kerül. Nagy. A labda mögött. Van-e érkező rá? Nincsen sajnos. Csemer oldalra. Beadás. Érkező. Kifele szabad rugás. Csor készül elvégezni a kirúgást. Még fölcsön a kivédőknél a labda. Előre játszhatják, de pontatlanul, úgyhogy Ajkai bedobás következik. Jön a touch. Hamarosan. Köles odabattyog a labdához, fölveszi. Odaáll az oldalvonalhoz, és keresi az emberét.
Először nem találja, majd igen. Hú, mekkora dobás. És most a másik oldalon is egy dobás. Német Bence dobja vissza Ficsornak. Vissza Ficsorhoz. Nem nagyon tudják, hogy hova kell. És egyébként tisztán pedig nem nagyon látom azt, hogy mi a Mainfield-Csanakiak fölállása, és erről én lemaradtam. És egy sárga lappal jutalmazzák nagy tettét. Hamarosan visszajátszásban meg is mutatunk, és ott én is valamennyire meg tudom nézni. És akkor láthatják is visszajátszásból, hogy miért sárga lapot. Igen, kicsit kemény odalépés volt. A Mainfield-Csanaki drukkerek pedig egy kicsikét szótlanul maradtak a büntető óta. Most is inkább csak nézelődnek, áldigálnak. Várják, hogy a csapatuk egyenlítsen. Jaj, de gyönyörűen végigviszik a labdát. Ügyes labdaszerzés volt, pontosabbat legközelebb. És akkor gyorsan kapra tudunk törni, nagy lövés mellé. Gyönyörű lövés volt. Ficsor kirúgása következik. Egészen át a másik térfélig, csapattárshoz. Ez pedig szabad rúgást ért a játékvezető szerint. Legalább ő szerinte. Gondolkoznak a Mainfield-Csanaki játékosok, mit hogyan alakíthatnak ki. Beadás lesz, hogy visszapasszol egy védőhöz a játékos. Beadás. Pontatlan, kissé. De Horvát rajta volt nagyon a labdán. Szöglet. Hiszen egy ajkai fejen pattant meg. És a Csanaki szurkolók, a Mainfield Csanaki szurkolók meg most felélénkültek, igencsak. Érzik, hogy a játékukban akár benne lehet egy gól. Beadás. Uha. Még nem szabadult fel a kapu. Jó. Most igen. Sikerült mellé lőni. A 18-as Csanakinak, tehát Göris Krisztiánnak. Horváth készül kirúgáshoz. Horváth el is végzi ebben a pillanatban. És Csanakiaknál a labda. Semmi nem volt. Védőknél a labda. Fejjel pedig hátra Horvátnak, Pátkai. Kenderes. Ja. Készülnek is az ajkaiak a bedobáshoz. A Csanaki térfélen. És egy kicsit leült a meccs. Egy icike-picikét, és egy eladott labda. Nem jó, de most visszaszereztük, így már jó. Kis pókfoci jelenetet láthattunk. Beadás, érkező nélkül.
De egy szép labdaszerzés, hoppá. Sarokkal tovább. Olán nagyon jól játszik ezen a mérkőzésen, le a kalappal előtte. Kicsit szétszakad a pálya. Pontos átadás. Mainfőcsön, akik próbálnak megszökni, őrzőik elől. És vissza is szerezték. És ez pedig szabályosnak ítéli a játékvezető. Védő oda csúszik, megszerzi. És ide jelenne felszabadítani egy kicsit. És mind... Hát én mondtam azt, hogy ez egy kemény mérkőzés lesz. Tehát itt azért... Fönn pedig üresen. Egyik játékosunk, ott a helyzet. Ott a második, nincs ott a második. Sok-sok zicser egymás hegyén hátán. És egy büntetőből szerzett találattal vezetünk. Ez eddig nem annyira jó. De hát nyilván jó, hogy vezetünk, de nagyobb is lehetne a két csapat között a differencia. És a visszajátszásban pedig láthatjuk az előző helyzetet. Hogy majdnem, hogy beakadt. És vissza az élőképhez, amit egy touchot végeznek el a mainfőcsön a kijátékosok. Mármint egy mainfőcsön a kijátékos, mert csak egy ember végezheti el. Ficsor. Keresi az emberét. Lenn a szélen, talán meg is találja, nem? Nem, inkább előre. Úgy döntött, hogy előre adja. És fejjel hátra a kapushoz. Horváth. Köles. Hátul lejátszogatnak a védők. Kicsit paprikás a hangulat. Megindul egyedül a 16-oson belül, a mainfőcsön a kijátékos. Beadás. Jó, a védőink magasabbak, biztosan ki is vágták fejjel. Ó, de szépen. Elegánsan. Elegánsan el is adjuk. Vajon mit tudnak ebből kiharcolni? A vendégek, a Győr-Moson Sopron megyei vendégek. Egyébként Győr városának egyik városrésze Mainfőcsanak, ezt kevesen tudják. 1970-ben csatolták Győrhöz a 6-7 ezer lakosú kisközséget, ami addig még község volt. Beadás. Nem volt szép tisztázás. Lövés. Fejjel. Oldalra Köles, úgyhogy szöglet következik. Legutolsó mérkőzésén a két csapat 3 ponttal tért nyugovóra. Mainfőcsanak otthon a Dunaharaszti MTK-t fogadta, miközben egy fejes és fölé marad az 1-0. Mainfőcsanak 2-1-es arányban tudta megverni a Dunaharaszti MTK-t, még Tar András Hidán játszott az Ajkai együttes, aki vendégként 3-0-es sikert könyvelhetett el. Horváth készül ismételten kirúgáshoz. El is végzi. Közben kéne szólni? Úgy. Na, most kéne valamit kiügyeskedni. Abból a sok elrontott zicserből kéne egy gól, ami nem büntetőből. Nagyon szép labdaszerzés. Jár érte a taps Nagytól. Nagy is nagyon jól játszik a mérkőzésen. Nagy beadja. Ficsor pedig biztosan védi.
Ficsor. Nézzük. Egy kis vonatozás, vagy inkább szendvics, két mérföldsön, aki között egy ajka játékos. Spori beletűszent a sípjába, visszakérte a labdát. Nézzük. Lehetőség volt, amíg Ficsor a labda útjába nem állt. Jöhet a kirúgás. Erre van érkező. Nincs. Vagyis hát egy ajkai. Gondolom Ficsornak nem ez szerepelt a tervei között, hogy egy vendégnek adjuk oda, de egyébként szépen meg is tartjuk. Ajajajajajaj. Milyen főcsön a kivédőknél a labda? Oldalról jön a touch. Itt járunk egyébként az első fél idő utolsó másodperceibe. Az ajka továbbra is itthon 1-0-ás arányban vezet Ménfőcsön, aki ellenfele ellen, amelyet nagy szerzett büntetőből. Horvátnál a labda. Az első fél idő egyébként nem volt annyira negatív, mint ahogy itt most pár embertől visszahallom. Egyedül az volt a probléma, hogy rengeteg zicser maradt kihasználatlanul. De talán a második félidőre valamelyest tudnak ezen faragni a csapatok. És az első félidőt pedig sok-sok zicser egymás hegyén hátán, és egy büntetőből szerzett találattal vezetünk. Ez eddig nem annyira jó, de hát nyilván jó, hogy vezetünk, de nagyobb is lehetne a két csapat között a differencia. És a visszajátszásban pedig láthatjuk az előző helyzetet, hogy majdnem hogy beakadt. És vissza az élőképhez, amit egy touchot végeznek el a mainfőcsanaki játékosok. Mármint egy mainfőcsanaki játékos, mert csak egy ember végezheti el. Ficsor. Keresi az emberét. Lenn a szélen talán meg is találja, nem? Nem, inkább előre. Úgy döntött, hogy előre adja. És fejjel hátra a kapushoz. Horváth. Köles. Hátul lejátszogatnak a védők. Kicsit paprikás a hangulat. Megindul egyedül a 16-oson belül, a mainfőcsön, aki játékos. Beadás. Jó, a védőink magasabbak, biztosan ki is vágták fejjel. Ó, de szépen. Elegánsan. Elegánsan el is adjuk. Vajon mit tudnak ebből kiharcolni? A vendégek, a Győr-Moson Sopron megyei vendégek. Egyébként Győr városának egyik városrésze Ménfőcsanak, ezt kevesen tudják.
1970-ben csatolták Győrhöz a 6-7000 lakosú kisközséget, ami addig még község volt. Beadás, nem volt szép tisztázás, lövés, fejjel, oldalra Köles, úgyhogy szöglet következik. Legutolsó mérkőzésén a két csapat 3 ponttal tért Nyugovóra, Ménfőcsanak otthon a Dunaharaszti MTK-t fogadta, miközben egy fejes és fölé marad az 1-0. Ménfőcsanak 2-1-es arányban tudta megverni a Dunaharaszti MTK-t, még Tar András Hidán játszott az Ajkai együttes, aki vendégként 3-0-es sikert könyvelhetett el. Horváth készül ismételten kirúgáshoz. El is végzi. Közben kéne szólni? Úgy. Na, most kéne valamit kiügyeskedni. Abból a sok elrontott zicserből kéne egy gól, ami nem büntetőből. Nagyon szép labdaszerzés. Jár érte a taps Nagytól. Nagy is nagyon jól játszik a mérkőzésen. Nagy beadja. Ficsor pedig biztosan védi. Ficsor. Nézzük, egy kis vonatozás, vagy inkább szendvics, két Ménfőcsön, aki között egy Ajkai játékos. Spori beletűszent a sípjába, visszakérte a labdát. Nézzük, lehetőség volt, amíg Ficsor a labda útjába nem állt. Jöhet a kirúgás. Erre van érkező. Nincs. Vagyis hát egy Ajkai. Gondolom Ficsornak nem ez szerepelt a tervei között, hogy egy vendégnek adjuk oda, de egyébként szépen meg is tartjuk. Ajjajjajjajjaj. Ménfőcsön a kivédőknél a labda. Oldalról jön a touch. Itt járunk egyébként az első fél idő utolsó másodpercébe. Az Ajka továbbra is itthon 1-0-s arányban vezet Ménfőcsön, aki ellenfele ellen, amelyet Nagy szerzett büntetőből. Horváthnál a labda. Az első fél idő egyébként nem volt annyira negatív, mint ahogy itt most pár embertől visszahallom. Egyedül az volt a probléma, hogy rengeteg zicser maradt kihasználatlanul. De talán a második fél időre valamelyest tudnak ezen faragni a csapatok. És az első fél időt pedig Sács Ryan Lee le is fújja, úgyhogy az első fél időben sok zicsere volt az Ajkának, ám mégis egy büntetőből szerzett találatot Nagy. 1-0-val tarthatnak szünetre a játékosok, a bíró és mindenki szusszanhat egyet. Második félidővel hamarosan jelentkezünk, jó pihenést addig is önöknek!
Sok szeretettel köszöntöm a második félidőn is a kedves nézőket, ide tévedt futballrajongókat. Indul a második félidő, az Ajka Ménfőcsanaki mérkőzésen. Mindenki kim volt, csak a játékvezető képensége elvesztek valahol. Azzal poénkodnak itt mellettem a szurkolók, hogy biztos valaki bezárt őket a WC-be, ki tudja. Labdát is kioszták. Az első fél időről akkor szűken mesélnék, addig, amíg nem kezdődik el a meccs, azok számára, akik most csatlakoztak. Sok-sok helyzete volt az ajkai csapatnak, nyomott is, de egy büntetőből tudott betalálni. Röviden ennyi. És ahogy látom már, játékvezető szájában a síp. Mikor pöfékel bele. Talán most. Így van. Nincs így. De most. Ménfőcsanak kezdi a második fél időt. Ménfőcsanaki drukkerek. Erőteljesen kezdtek. Hangosabbak jelenleg, mint a hazai szurkolók. Ficsor len kéri 12-essel Kelemen. Kapja is. Dő meg továbbadja Csemernek. Csemer. Nagyon szépen veszi észre játékos társait. De nagy ról pedig sajnos kimegy. Kissé felhergelte a játékvezetői ítélet a hazai drukkereket. De most igen, hamar csak lenyugodtak. Játékvezető ítél, Ménfőcsanak jön. Tizennégyessel Füredi végzi el a szabadrugást. Vajon veszélyeztetni tudnak-e? Hamarosan kiderül, hogy igen, nem vagy talán. Nyilván nem, igen vagy nem. Gyönyörűen kivédekezik a védők. És már lehetne is indulni. Újra egy kis perpatvar. Birkózó világbajnokságon láttunk hasonlókat. Most a Papp László sportarénában, október 20-tól 28-áig, de ez talán ott is most megállná a helyét. Mondjuk nem egy dobogós mérkőzésen, de megállná a helyét. Játékvezető figyelemre inti a játékosokat, vagyis inkább nyugalomra. Labda volt, tisztán. Szépen meglódultunk jobb szélen. Majdnem tudtunk veszélyeztetni is. 3-4 ellen. Tisztáztunk. Touch. Tizenkettessel Kelemennél. Egy ilyen karatés mozdulattal tovább tette serfőzőnek, serfőzőbe. Van érkező rá, Horváth! Gyönyörű védés! Na most felszökhetett kicsit az ajkaiak vérnyomása, vagy akár vehetik ezt egy intőjelnek is, hogy növelni kéne a differenciát ahhoz, hogy becsusszon egy-egy gól. Bedobás. Közben pedig nagyon melegítenek a cserejátékosok mindkét kapu mögött, vagyis inkább a szögletzászlóknál. Ajkaiak 16-osnál, nagyon szépen Horváth, és éppen hogy csak oda csúszott. Ménfőcsanaki játékos.
Közben pedig egy nagyot borult, megint egy mainfőcsön aki. Egyből föl is pattant, pedig akkor át üvöltött, hogy már innen fáj a fülem, föntről. Jönnek a mainfőcsön akiak. Már várom, hogy mikor ugrik föl egy játékos, hogy Horváth végezheti el a kirúgást. És harcoljunk ki még egy gólt valahogyan. Kicsit biztosítsuk be ezt az eredményt, mert az előbb látottak alapján is kicsit inog a léc. Szó szerint inogott, mert felső kapufáról pattant le, majd azt kapta el Horváth. Nagy bravúrral. Kirúgás. Mint Győrmoson, Sopron megyeiek szerezték meg a labdát. Kicsit keményebben kezdtek egyébként most a vendégek. Nem úgy, mint az első fél idővel. Ilyenkor már túl voltunk három zicseren. Ők csak egyen. Szép labdaszerzés sarokkal. Nagyon gyönyörű. Nagy is, Olá is nagyon jól játszik. Gyönyörű játék, és az picit hosszú volt, nem baj. Az ilyen pillanatokért azért öröm kilátogatni egy-egy ilyen mérkőzésre. Horváth be. Csemer megszerzi. Majdnem. Már megint az utolsó fázisba akadt egy kis probléma, de nem baj. Jön is a szöglet. Csemer a szöglet zászló mögött. Mi lesz a formáció? Kettő ajkai van egyébként 16-oson belül, és négy vendég, 5-6-7. Már be is futottak az ajkaiak. Nagyon szépen. Így is akarták, remélhetőleg. Ott a fejelés. Kifele szabad rúgás. Szabálytalannak látták a hazai játékost. Vagyis szabálytalannak látta Ryan Lee mester, sportás. Akik most csatlakoztak be, azoknak elmondom még egyszer, hogy az ajkai csapat 1-0-ra vezet a mainfőcsanaki együttes ellen egy büntetőből szerzett találattal, amelyet Nagy értékesített. Mainfőcsanakiak 16-os közelében. Beadás. Érkező ugyan volt rá, de pontatlanul. Védekezzük ki, gyerekek. Szépen megtartjuk a szélen, nem engedjük, hogy kimenjen a labda. Időt kell nyernünk. Meg most labdát is, meg párbajt is. És most mindkettő tábor hangja is megjött. És az nagyon csúnya volt, ami sárgát jelent. Hamarosan visszajátszásban is láthatjuk, hogy ez sárgát ére, vagy pirosat. Bár a játékvezető sárgát adott érte. 14-es Füredi Ádám kapott sárga lapot. És visszajátszásban pedig láthattuk is, hogyan történt. És most vissza az élőképhez. Növeljük az előnyt, a differenciát, kinek hogyan jobban tetszik. Ficsornál a labda. Vajon elvégzi-e? Igen. Sikerült neki. Csemernél a labda. Csemer pontatlan, nem baj.
Na most kell labdát szerezni, és így is. Nagyon szép. Ebből meg lehet indulni. De szép. És erre nem ítél semmit se a játékvezető. De igen. Csak nem hallom a nagy hangzavartól. És a mainfőcsön, aki drukkerek, pedig úgy látom, hogy igen, csak oda szólnak a játékvezetőnek. Szabadrugás, Csemer kaputól egy olyan 35-6-7 méterre. Ez egy beadásra tökéletes táv. Legyen 2-0, azt mondom. Ha nagyon üresen hagyták pedig. Oláhot. Kelemen. Csemer. Úgy gondolom, hogy nyugodtan mondhatom rá, hogy a második fél időben egyenlőre a csapat motorja, és Illésnek rúgtak oda. Eléggé csúnyán. Gyorsan elvégezték a szabadot. Vendégbedomás következik. És az 56. percben járunk. Változatlanul 1-0 az állás. Szélen próbálkozunk. Vagy szélen próbálkozták, vagy próbálkoztak megtörni. Vagy megtöretni a védelmet. Kissé beszorultak a mainfőcsanakiak. Azért is, mert hibáznak, meg azért is, mert nagyon résen vannak az aljak. Nézzük. Ott a helyzet. Lövéssel lesz a zárulva. Nem. De a kipattan óra még. Ott a helyzet. Gól! Mekkora gól! Megpattant! Picsor pedig nem tudott leérni rá. 2-0! Hoppálé! És gyönyörű sorokat láthattunk most. Csizmadia szerezte a gólt, és a visszajátszásból pedig láthatjuk, hogy hogyan is sikerült összehozni ezt a gólt. Hát a kapus lemaradt egy ütemmel, és egyébként pedig cseréhez készül a vendégegyüttes. Hamarosan megtudom, hogy ki jön le, és ki megy be a pályára. Úgyhogy igen, Ajka Mainfőcsanak 2-0 az 58. percben. Csizmadia szerezte a találatot. Hármas jön le, tízes megy be, Nagy Ádám jött le. És azt hamarosan megtudom, hogy ki érkezett. Egy 20-as számmal, bocsánat. 20-as számmal pedig Vörös Baranyi Armand lépett pályára. Ne tévesszék meg önöket, nem a volt magyar válogatott Nagy Ádám jött le a pályáról. Horvátnak pedig résen kellett lennie. Nézzük. Mit lép erre a vendégcsapat? Na, szépen kiarcoljuk. Bedobás. Mainfőcsanak, aki szurkolók pedig kezdik elveszíteni maguk felett az uralmat. Eléggé otrombául beszélnek a játékvezetővel. Csemer.
Jó. Csemerről. Vagy se Csemer rárúgta ellenfelére. Most közelebbről jár a bedobás. Úgyhogy már lassan már érik megint egy komoly helyzet. Csemer dobja be. És ebből szöglet lesz. Így van, a játékvezető is jelzi. Nem szoktam semmit se elmondani, hiszen a sport egy olyan műfaj, amiben bármi megtörténhet bármikor, de nem tudok még egy ilyen csapatról, aki 13 fordulón keresztül folyamatosan szerezte a pontokat. Távoli lövés, ott a helyzet fölé, nem baj. De az Ajka mindenféleképpen nagyon jól teljesít. Nem talált eddig legyőzőre ebbe az idénybe. Horvát pedig felhívja magára a figyelmet kis bemutatójával. Csemer. Csemer fedezi, majd nagynak adja a labdát. Horvátnál. És az első fél időben pedig azt figyelhettük meg, hogy a Ménfőcsinak 3 támadóval állt föl. Most ez így a második gól után visszament 2-re. De mire kimondom, fölment a 3. támadó is, úgyhogy inkább nem mondok erről semmit. Így van. Hibára kell kényszeríteni. Lesz. Ficsor jön kirúgással. Ugye az előző lesz miatt. Próbálják előre adni a játékosoknak. Majd a vendégjátékosoknak. Egyelőre sikertelenül, de most eljutnak az Ajkai 16-os környékére. Hogyha nem lenne olyan jó védő munkánk. Csemer. Szöglethez készülődhetnek a vendégek. És megjön a vendég drukkerek hangja. Remélik, hogy ebből pozitív befejezés lesz számukra. Horváth kiejti, és na most kell letámadni. Most meg lehet ejteni a kegyelem döfést. 4-3 ellen. Olán nagyon szépen beviszi, ott a helyzet. Nem jó, azt meg kell lőni a kipattanót. Kapufa! Kapufa, kapufa, kapufa! Jár a taps a szurkolóktól, abszolút. Olá nagyon szépen rávitte. A befejezéssel volt egy kis probléma, hiszen a kapus sejtette, hogy merre próbálja az gurítani. Az ellenfél támadója. Megérezte, de még nem szabadul föl egyébként a Ménfőcsön, aki kapu. Figyelhettük. Szöglet. Ja. De azért, mert rárúgta a srác, és a srácról pattant kapufára. Nem láttam, de itt sem, ezek szerint. Jönnek is a Ménfőcsanaki játékosok, fölfele, próbálnak a hátrányon faragni egy picikét.
és pedig a szurkolók is kicsit csöndbe maradtak. A játékvezető ítéletre felhördültek. Ismételtem persze. Közben pedig cseréhez készülődik a hazai csapat. Horváth Péter jön be, vagy jön le. És Pavlicki Balázs pályára lép, 101. mérkőzése itt az Ajka színeibe. A legutolsó hazai mérkőzésén, amikor láttam Pavlickit, igencsak veszélyes tudott lenni. Azon a mérkőzésen egyébként 7-0-ra diadalmaskodtunk a BKV előre csapata ellen. A játékvezető megállítja a játékot. És ápolást is kér. Lehet, hogy nagy a baj. A sérült játékos most lebattyog a pályáról. Megpróbáltuk visszanézni kollégákkal, hogy mi történt. Erre nem jöttünk rá, hiszen közvetlen közelében nem volt a labda. Meg az összeesés pillanatában játékos se nagyon. És vissza is kérte magát a 13-as német Bence. És 11 a 11 ellen. 16-oson belül az ajkai játékosok. Mit lehet ebből kihozni? Nézzük. Beadás sarokkal. Ujjajajajaj. Na, hatalmas védés. Védőrésen volt. De még nem szabadul fel a kapu. 16-oson belül ismét. Három játékos között majdnem összejött. Majdnem köténybe tudott tovább menni. Illés. Illés, azaz gyönyörűen magára vállalja. Így egy picikét hosszú volt. Semmi gond. Mérkőzés 68. percében. Az Ajka magabiztosan vezet 2-0-ra a bajnokság harmadik helyezettje ellen, a Mainfő Csanaki csapat ellen. Most ismét leült egy picit a hangulat a szurkolók körében. Majdnem, hogy a Mainfő Csanakia körülhettek. Szöglet következik. Egy ajkai játékosról pattant ki a labda. Szöglet következik. Miközben Schindler edző magához hivatta 7-es számú nagy játékosát. Valamit mondott neki nagy. Lehet az, hogy fáradt, vagy fáj valamilyen, nem tudni. És most kellett támadni! Most kellett támadni! És itt pedig majdnem megint egy kis verekedés alakult ki. Olán kicsit kiakadt, teljesen jogosan.
Közben pedig, mint hallom, megemlítették sporttárs egyik felmenőjét. Nem épp barátságosan. Csemer. Azaz. Csemer pedig hihetetlenül nagy iramban tud játszani. A csapat értékes tagja a nagy lövés mellé. Számos ajkai mérkőzés látva egyébként, nem tudok olyan mérkőzést mondani, ahol Csemer nem a maxot hozta volna, és nem küzdötte volna végig az egészet. És ez még marad is, ez a jó szériája. Reméljük, minél tovább húzódik. Mondjuk pályafutása végéig. És kicsit bizonytalan a labda sorsa. Próbálnak felgyorsítani a vendégek, de annyira nem jön össze nekik. Főleg nem azért, mert pontatlanok, de most pedig nem figyeltünk oda. Védők ott elnézték, fejelés fölé. Csere következik. 22-essel lejön Farkas, és 17-essel pedig mindjárt hallom, hogy ki érkezik be. Vagy... Csapatban a 22-es számú Farkas Zoltán ér, 17-es számú Nagy Benjamin lépett. Nagy Benjamin lép pályára. Az a Nagy Benjamin, aki egyébként, ha jól tudom, Gyirmót játékos volt egy időben. Arról most nem tudok beszámolni, hogy talán az NB1-es korszak alatt. Úha! Karatés mozdulatok tönkelege. Ott a helyzet, mekkora védés! Mármint a védőtől, és az meg fölé megy. Gyönyörű járat absérte a zajkaiaktól. Sokan nem tudják, mi volt a célja ezzel a játékosnak. Talán felszabadítani az ellenfél kapuját. Horváth készül kirúgáshoz ismét. És már bele is érünk a 73. percbe. Tehát még egy nagyon szűk 20 perc maradt hátra a mérkőzésből. Fej ide, fej oda. És nagyon csúnya odacsúszás volt, de Ásnek nem ért lábat. 16-oson belül az ajkai játékosok elvállalják, védőről pattan ki. És Amin Főcsan, aki 11-es, serfőző megszerzés, megpróbál megindulni oldalt. Kicsit csúszik a pálya. Ezt most láthatták önök is, hogy csúszkálnak a játékosok. Ficsor. Tizenkettessel Kelemennél a labda. Kelemen hátra kúszásnak. Pontatlan a passz, nincs ebből egy ajkai letámadás. A játékvezető visszarendeli a játékost. És föl is szabadítanak. Most lehetőség van egy ajkai helyzetre, amennyiben szépen föl tudják vinni. Eddig úgy néz ki, hogy igen, taccsal jönnek az ajak. Vagy 16-osnál próbálkoztunk egy távoli lövéssel, amely a kivetítőt találta el, a kaput sajnos nem. Ficsor rúgja ki. Nagyon harciasan letámadnak az aljak, jár is érte a taps, ami bele is hallatszódik.
közvetítésbe. Kapustól vissza. És most a Mainfőcsön, akik próbálnak egy helyzetet kidolgozni. 12-essel Kelemennél a labda, Kelemen beadja. Ajkai felszabadítás, ismételten. És most az Ajkai térfélen jár a labda. Ott tartják a vendégek. Beadás! Vagy rugás? Hát ezt nem tudom eldönteni. Többen is felkiáltanak, hogy ez mi volt. És cseréhez készülődik a hazai együttes. Az előbb Nagy beszélt Schindler edzővel, talán ő jön le, de erre nem mernék fogadni. Mindjárt kiderül. 17 és 2. Úgyhogy nem Nagy jön le. Illés jön le. 17-es Molnár Tibor érkezik. Szurkolók megköszönték Tapsala játékát, kitett a mai nap magáért. És horvát kirúgásával folytatódhat a mérkőzés. Mainfőcsön a kibedobás. Gyönyörű labdaszerzés Csemertől. Csemert tovább játszaná, de sajnos megcsúszott. Játékosunk Pavlicki. Úha! Itt résen kellett volna lenni jobban. Hiszen üresen hagytuk nagyon a szélt. Nézzük. Mainfőcsön, akik valamit ki tudnak-e harcolni. A végén, új, mekkora védés Horváttól. És még nincs vége. Jöhet még egy szöglet. Inkább kifejeltük. Horváth a mai nap igencsak kitesz magáért. Hiszen hogyha Mainfőcsön, aki zicserek bemennek, akkor most 2-2 lenne, de hogyha az ajkai zicserek is, akkor lenne vagy 6-2, de lehet, hogy most 7, ugyanis kapura törünk, lepasszoljuk, ott a helyzet, és gól, éppen hogy csak becsorog, 3-0, micsoda játék! Azért láttam, itt jó pár szurkoló szíve megakadt, mert úgy látták, hogy ráfekszik Fischer kapus a labdára, de valahogy becsúszott alatta. Húha! Az szerintem köténybe ment be. Visszajátszásban láthatják is, kedves nézők! Nagyon szép gól. Olá László szerezte egyébként a találatot. Úgyhogy írjuk is át az eredményjelzőt 3-0-ra. 10 perc van még hátra a mérkőzésből, 3-0. Úgy érzem, ez volt a kegyelemdöfés. És az ajkaiak még mindig letámadnak, még mindig, még többet akarnak szerezni.
minden mérkőzésre egyébként ez a jellemző. És a szurkolók is nagyon örülnek. 3-0-nál persze miért ne örülnének. Ezzel beleszámolva, tehát 13 fordulón keresztül Horváth egyébként szépet védett. Tehát 13 fordulón keresztül még nem találkozott az Ajka olyan csapattal, aki képes lett volna nagyon megszorongatni, maximum az a kettő döntetlen. De hát most az nem számít. A lényeg az, hogy ezt a meccset is behúzzuk a jelek szerint. És egyébként hozzátenném azt is, hogyha a Ménfő csanak lemaradt, tehát plusz 3 ponttal előrébb megyünk, akkor az nekünk persze természetesen jó, de még meg kell nézni azt is, hogy az érdi csapat mit játszik, vagy mit játszott. Megpróbálok most közvetítés közben utána járni. Kíváncsi leszek rá. Közben pedig talán ott lesz a negyedik, nem, pedig az szépen megoldották volna. Közben megint próbálkoznak egy támadást kialakítani az Ajak. Az Érd sajnos, nem sajnos, kidöntse mit, hogyan. Egy órája fejezte be a mérkőzését, Nagy Kanizsa otthonában lépett pályára, és a 89. percben szerezték meg a vezetést, és ezzel is lett vége a mérkőzésnek. Tehát a 8 pontos differencia marad az első és a második hely között. Úgyhogy nagyon szép teljesítmény. Tehát akkor még egyszer Nagy Kanizsa, Érd 0-1. Közben pedig megindulunk a kapu fele, 16-oson belül egy kis elfektetést láthattunk. Még mindig nálunk a labda, ott a helyzet, nincsen érkező rá. A kipattanóra most nem volt érkező, vagyis nem éppenséggel ott volt. Hazai csapat rendületlenül halad a bajnoki cím felé. Ez kijelenthető. Távoli lövés, Horváth rajta volt. De persze a bajnoki cím sorsa az utolsó mérkőzésen fog eldőlni. Matek ide, matek oda, bajnokot csak akkor avathatunk, amikor az utolsó mérkőzést is lefújták, és a tabella élén az adott csapat szerepel, és csere. Kenderes Zoltán jön le, és Major Norbert lép pályára. Kenderesnek hatalmas taps jár. Kitettő is magáért, szinte az egész csapat. Csak az első félidő első részében volt 3-4 olyan zicser, amiért igazán kár, de fájtlat rá. 3-0, mindenki boldog. Még egy pár perc maradt hátra ebből a mérkőzésből, és sárga lap jár Horvátnak. Horváth nem érti. Horváttal ezt megbeszélik. Horváth kapott egy olyan lapot, ami a mezéhez illik. Hál' Istennek csak sárga, de még mindig megy még a diskurálás. Takács Ryan Lee. Úgy érzem, nem fog ide jönni nyaralni. Gondolom hallják, hogy miért. Ez most külön kommentárt nem fűzök. És azért Csemer védi. Csemer nagyon szépen meg is tartja. És a játékvezető pedig szinte üldözőbe veszi. Talán a 13-as mérföldcsön a kijátékost.
egészen vicces pillanat volt. Csemernek oda csaptak. Hogy elnézem a fizikumokat, azért én Csemerrel nem futnék egy versenyt, meg egy pár bajt sem vívnék vele. De a 11-es mélyfőcsön, aki megpróbálta, serfőző. Azaz. Nézzük, mit tudnak kialakítani az utolsó percekben. A vendégek egyelőre semmit. Visszaszorulnak a saját térfelükre. Tehát aki pedig most kapcsolódik és lemaradt a mérkőzésről, az lehet, hogy mindjárt lát még egy gólt. Sajnos jelenleg még nem, de ott a kipattanó kapáslövés. Védők kivágják. Még egy bomba. Az sajnos mellé ment. Tehát 3-0-ra vezetünk itt a mérkőzés végén továbbra is. Az első fél időben 1-0-ra álltak a csapatok. Mármint úgy, hogy hát nyilván a hazai vezettek. Ugyanis Nagy talált be büntetőből. Majd a második fél időben Csizmadia és Olá szerzett még találatot. Tehát Nagy és Olá szerintem egymással fog versenyezni a bajnokság végén a gólkirályi címért. De nem hiszem, hogy egymás között ebből problémájuk lenne. Néhány szurkoló pedig inkább elindul haza. Nekik ennyi elég volt. Mélyfőcsön, aki drukkerek is csöndben várják inkább a lefújást. De le a kalappal előttük, hogy elutaztak ide Ajkára biztatni a csapatukat, ez mindenféleképp tiszteletet érdemel és megsüvegelendő. Sajnos nem erre számítottak, de hát a sport ilyen, és hatalmas ütközés, és majdnem, hogy verekedés. Na, sárgalap, hihetetlen. Amit láttam, az, hogy a kapus kapta föl a vizet, tehát egy teljesen normális odacsúszás volt. A labdára irányult az ajkai támadó. De. És Olán László kapott sárgalapot. De hát azért Ficsort nem értem, hogy miért kapta föl a vizet. Nem bántotta, csak oda csúszott a labdára. És utána még a kakaskodás. Az meg abszolút nem való futballpályára. Bár néha jót lehet rajta szórakozni, de nem ide való. Sarokkal próbálták meg továbbadni. Le a szérrel, Mainfőcsön a kiak. Próbálnak a végére egy becsület gólt szerezni. Imár a gól különbségük a statisztikán. Plusz egyről átfordult mínusz kettőbe. Míg az Ajka növelte, ő emlékeim szerint 33-ról 36-ra. Gyönyörű! És azért hihetetlen, hogy ilyet megtehetnek. Következmények nélkül a játékosok. Kelemen elvesztette a fejét, ő is most össze-vissza a csapkod rugdos. Játékvezető zsebéből nem sikerült ezzel elővarázsolni egy lapot. Csemer szépen meglátja társát a másik szélen. Visszajátszák kicsit középre, majd megint megpróbálják valamelyik szélt kihúzni. És már megint egy nagyon komoly odarúgás, hogyha erre nem jár lap, akkor semmire. Na ez nem egy sport
sportolónak való teljesítmény, amit itt az utóbbi 5 percben láttunk. Nem... Tehát ez azért nem sportolóhoz közel álló személyiség, amit itt az utóbbi percekben láthatunk, hiszen hogyha vesztésre is áll a sportoló, akkor emelkővel kell távozni, úgyhogy ők mindent megtesznek az egyenlítés érdekében, nem annak érdekében, hogy mindenkit felrúgjunk, de ez személyes véleményem, úgy gondolom, hogy mindenkinek van, és lehet is. És ez egy precíz odacsúszás volt, ez labdára ment. Az ilyenekkel semmi gond nincs. Kilencedik percben járunk egyébként. Tehát már hosszabbítást, vagyis hosszabbításban jár a mérkőzés, de a játékvezető nem ismertette, hogy mennyi jár. Hány perc hosszabbítására, és a negyedik játékvezető se tartott föl semmit. A negyedik játékvezetőről eszembe jutott, hogy most jó lenne egy negyedik gól, de hát mindenki akar sok mindent. Na most egy utolsó nagy roham. Talán ott lesz a negyedik. Nagyon szép indítás, és lesz sajnos. Ez most nem jött össze. Na, talán még egy helyzet lehet. Ez teljesen korrekt megmozdulás volt. Szerintem persze. Azt pedig nem kérdezi senki, meg nem is érdekel valójában senkit. De azért elmondtam. Na, akkor most egy utolsó roham. Góllal fejezzük be. Pavlicki letolá. Ott a helyzet. Átengedi. Ott van. 4-0. Megmondtam, hogy benne van. Erről van szó. Sima liba. Major Norbert csereként beállva gólt szerzett. Négy nulla, úgy gondolom, hogy kérdésünk nem lehet az, hogy a mai nap ki volt a jobb. Meg hogy ki a bajnokság egyik legjobb csapata. Az se lehet. Vagy az se kérdés. Meccsről meccsre bebiztosítják az ajkaiak. Középkezdés, Mainfőcsen, akik a kis transzparensüket már leszették. Ők inkább csak várják a lefújás pillanatát, ami hamarosan eljön. Hát már mint egy vert sereg, tehát nem is nagyon akarnak semmit se kihúzni ebből. A vendégek. És Zúga szép volt, fiúk. És a játékvezető ebben a pillanatban lefújta a mérkőzést. Takács Ryan Lee. A szurkolók szép volt fiúkoznak, abszolút megérdemelten. Az ajkai csapat ismét fölényes győzelmet aratott. 4-0-ra. Gólszerzők Olá, Nagy, Csizmadia és Major Norbert. Le a kalappal a srácok előtt. Nagyszerű teljesítmény hétvégéről hétvégére. Én szeretném megköszönni mindenkinek, aki velünk tartott és a csapattal tartott. A csapat, a stábtagoknak is, az egész csapatnak, és hamarosan pedig jelentkezünk edzői értékelésekkel is. Úgyhogy érdemes lesz még az oldalt követni az elkövetkezendő pár percben. Úgyhogy még egyszer köszönjük, hogy velünk tartottak. Legközelebbi hazai mérkőzésről ismét jelentkezünk, úgyhogy jó pihenést kívánok mindenkinek. Viszont hallásra, viszont látásra.